Preko ove euroregije prolaze 4 saobraćajna koridora, ali ni jedan nije transverzalan, tako da u 400 km širokom pojasu između Budimpešte i Beograda nema železničke povezanosti u pravcu istok-zapad. O značaju obnove nekadašnje osovine između Oreade i Rijeke ponovo se pisalo 2007. godine u razvojnoj koncepciji Županije Čongrad, u kojem je kao jedan od ciljeva zacrtano da će se u saradnji sa rumunskim i srpskim partnerima izgraditi panevropski koridor kojim bi se povezali po transportu robe vrlo važni gradovi Konstanta i Rijeka. Deonica Segedin-Reske, Horgoš, Subotica, Čikerija, Bačalmaš, Baja i njena obnova bitan su element u projektu povezivanja Crnog mora sa Jadranskim. Najproblematičniji deo na ovoj relaciji je deonica Segedin-Subotica-Bačalmaš, gde su na deonici od 25 km povađene šine, dok je ostatak pruge u izuzetno lošem stanju. U predstojećim minutima pokušat ćemo da oživimo nekadašnju deonicu Segedin-Subotica-Baja. Zato krenimo zajedno nekadašnjom trasom i uverit ćemo se ukoliko je meri svet oko nas promenjen nakon pojavljivanja pružnog saobraćaja. Nije na odmet prisjetiti se rečenica grofa Ištvana Sečenjija, koji je 1845. godine imenovan za rukovodioca saobraćajnog odeljenja u tadašnjoj vladi. Razvojem železnice ćemo preporoditi nacionalnu trgovinu. Jedino je železnica sposobna za sigurno, brzo, neprekidno i jeftino privredno spajanje i od nje zavisi siguran i brz razvoj unutrašnje trgovine. A vasútépítést Magyarországon is és Európában is a gazdasági szükségszerűség hívta életre. A 18-19. Század fordulóján, amikor a modern árutermelés, ami ekkor elsősorban mezőgazdasági termékek előállítását és földolgozását jelentette, ebben a közép-európai, kelet-európai régióban magával hozta a szállítás megszervezésének a szükségességét. A mai fogalmaink szerint logisztikai központokat és logisztikai útvonalakat, áramlási vonalakat kellett kialakítani. A hagyományos középkori struktúrák erre már alkalmatlanok voltak, a korábbi eszközök, szekerek, kocsik, kézi cipekedés az alkalmatlannak bizonyult a tömegtermelésre. Délvidéknek a bevonása a magyarországi és az európai kereskedelmi és gazdasági érkeringésbe már nagyon korán, az 1700-as évek közepén fölmerült, nem sokkal a töröktől való visszafoglalása után a régiónak. 1840-ben már megindult a törekvés arra, hogy vasutat kellene építeni, és nagyon hamar, először Szegedig, majd később pedig Temesvárig, illetve Szabadkáig, Újvidékig szerettek volna vasútvonalat kiépíteni. Elsősorban azért, hogy a hagyományosan temesi bánságnak vagy bánságnak nevezett régiónak a terményeit bevonják ebbe a rendszerbe. Aztán 1848. januárjában Széchenyi István, a legnagyobb magyar, aki egyébként a magyar modernizációnak nagy atyamestere volt, így a vasútépítésnek is, akkor, mint a helytartó tanács tagja és a helytartó tanácsnak a közlekedési ügyekkel megbízott vezetője, benyújtott egy törvényjavaslatot, amelyben már megfogalmazta, hogy Szegedig, később pedig Szeged, Szabadka, Újvidékig kellene a vasútvonalat bővíteni, pont azért, hogy a délvidéket, az északbácskai és a bánsági régiót bevonják az ország gazdasági vérkeringésébe. Érdekes, hogyan alakult a Magyarország vasúthálózatának az építése. Mondjuk 1846-tól 1850-ig 220 kilométert építettek ki, és attól kezdve hihetetlen fejlődést lehet látni és követni. Mondjuk évtizedenként, vagy minden 9 évben több 800-tól 1800 kilométer vasutat építettek ki, ami hihetetlen teljesítmény volt a világhoz összehasonlítva. Mondjuk oda jutottunk, ugye az akkori Magyarország területén, hogy az első világháború előtt a magyarországi vasúthálózat fejlette volt, mint az angliai. Pedig tudjuk, hogy az Anglia a vasútnak a bölcsője, erre a magyarországi vasútvonal abszolút, ugye, lefette, nem csak hogy lefette, hanem túlment azon, amivel az angliai infrastruktúra rendelkezett. Úgyhogy hihetetlen fejlődés lehet észlelni, és ez volt talán a legdinamikusabb, leglendületesebb fejlődés, amit Magyarország mutatni tudott. A 19. század közepén elsősorban a szabadkai régióközpontban gondolkodtak, és később jött az ötlete annak, hogy a Bácska, ugye az óriási kiterjedésű Pest-Pilisolt-Kiskun vármegyének a déli részét, Baját is bevonják ebbe a
az érkeringésbe. Na most itt problémák adódtak elsősorban a folyók, hiszen a Duna és a Tisza folyókra hidakat kellett építeni. Ennek jegyében készült el előbb a Szegedi Vasúti Híd, amely megnyitotta az utat Temesvár felé, majd pedig a Bajai Vasúti Híd, amely ugye megint csak biztosította azt az utat, hogy az áru és a személyforgalom az meginduljon. Stratégiai fontosságot a magyar gazdaságnak, a magyar lakosságnak munkát adott a népnek, a fa, kellett a fa ugye a vasútnak, azután a fémipar is rettent jól fejlődött, és gyorsabban tudták szállítani az árut, ezzel lendületet kapott a kereskedelem, és az emberek utaztak, megismerték. Régebben úgy volt, mielőtt kifejlődött a vasút, az emberek még mindig ugye újkorban éltek, de középkori módon mozogtak. Most pedig a vasút létrehozta azt, vagy lehetővé tette azt, hogy olcsó pénzért eljutottak mindenhova. Hogy mindenhova? Ez valóban úgy van. Mondjuk egyik stratégiai vonal, amit minket érint itt délvidéken, az, hogy Budapest Zimony. És ezt az emberek kihasználták, utaztak föl Pestre, mentek le Zimonyig, és akkor elhatározták, hogy most már nem csak észak-dél irányban érdemes és illik vasútvonalat fejleszteni stratégiai pontokká tenni, hanem a keletet összekötni a nyugattal. Egyik fontos ilyen szárnyvonal épp a Szeged-Szabadka volt 1869-ben. Összekötötték a két várost, ami hihetetlen lendületet adott mindkét város gazdaságának, és akkor tovább nézték a térképet, és mondták, oké, ezt most akkor tovább kellene fejleszteni. Elindult az építése a Szabadka-Baja vasútvonalnak, amit fel is építettek 1885-ben. Így létrejött egy stratégiai fontosságú kelet-nyugat irányú vasútvonal, ami azután össze lett kötve, és így, ha azt mondjuk, hogy kelet-nyugat, mennyire kelet? Hát egészen a Fekete-tenger partjaig, Konstanztól, Nagyváradon keresztül, Szabadka, Eszék, Zágráb, Fiume. Szóval összekötötte a Fekete-tengert az Adria-tengerrel, és ami a kuriózum nekünk érdekes itt, ez mind Szabadkán keresztül ment. Úgyhogy a szabadkaiak komótosra fölültek a vonatra, elérték Zimonyt, elérték Budapestet, ha akartak Fekete-tengeren nyaralni Konstancot, ha akartak az Adria-tengerrel, akkor mehettek Fiuméig. Plusz árucsere, teherforgalom, olcsó, gyors és megbízható volt a magyar vasútvonal és a magyar vasút. Tehát a vasút megjelenése a modernizációnak egy nagyon fontos eleme volt. Onnantól a posta hamarabb érkezett, meg onnantól ugye az egész világ és az információ áramlás is megnyílt mindenki előtt. És hát ugye a boldog békeidők és Közép-Európa nagy korszaka az 1860-as, 70-es évektől az első világháborúig tartó időszak. Ez egy töretlen fejlődés, hogyha a magyar vasúthálózatot megnézzük, akkor szinte napról napra gyarapszik, és szépen a erdélyi bányavárosokat, a felvidéki bányavárosokat, Budapest központtal, ami a magyar feldolgozóipar központja volt addig is, és szépen az országot körbe ölelte egy vasúti hálózat. Sok mindenben a vasút megnyitotta a szemeket is. Tudjuk, hogy Szabadkán keresztül ment az Orient Express is, ugye Párizs, Bécs, Budapest, egészen Isztambulig, és behozta Európát, ahogy mondják, Szabadkára, és az addig ment, hogy lehetett úgy átvitt értelemben mondani, hogy a párizsi divatot meg lehetett tekinteni az Orient Express ablakain keresztül, mert a szabadkai hölgyek várták, a lakosság, már a gyerekek várták az Orient Express-t, mikor megáll, akkor nézték, hogy az ablakokban milyen csipkés ruhákkal, meg kalapokkal jelennek meg a budapest-bécsi-párizsi hölgyek. Szabadka egy közlekedési csomópont volt mindig a történelemben, pláne miután a vasút megépült, mert mondjuk Szabadkáról hetes irányba lehetett utazni a vonatokkal, és öt stratégiai irány, szóval észak, dél, kelet, nyugat, plusz dél-nyugatra is lehetett menni. Na meg természetesen nem hiába mondják azt, hogy a vasúttal jöttek az új eszmék is, mert az akkori főváros, ugye a budapesti, a bécsi újságok is ide jutottak a vasútnak köszönhetően, nem két hét késéssel, mint régebben, hanem, ahogy mondják, másnap itt volt a bécsi-budapesti újság, ami
az ötletek és a divatot természetesen, és a polgárosodást is elősegítette, mert követték az ötleteket, követték a tudomány, szóval hozta az új időknek a szele idejött a vasúttal. Trianon után tehát újjá kellett ezeket a vasútvonalakat építeni, pontosabban a közlekedési áramlási lehetőségeket újra kellett építeni, de fölmerült a kérdés, hogy melyek azok a vasútvonalak, amelyeket megéri megépíteni, hiszen Szeged, mint közlekedési csomópont, ugye honnan szerezte be az árut, Újvidék, Szabadka, illetve Temesvár irányából, a Bácskából és a Bánságból. Ezen országok területéről, ezen régiókból már nehezebben áramolt be az áru is, meg az emberi erőforrás is, tehát ezekre a vasútvonalakra nem nagyon volt szükség. És hát aztán jött a második világháború, amikor vagy a bombázó szövetségesek, vagy pedig a kivonuló németek valamennyi hídunkat, így a vasúti hídakat is elpusztították. Úgy az első világháborút követő békerendszer, mind a második világháborút követő pusztítás, az nagyon nagy károkat okozott a vasúthálózatba. És aztán az 1945 után kialakuló politikai rendszer is teljesen lezárta a határokat. Ugye 1948-49 után a helyzet elsősorban a délszláv állammal, az akkori Tito-Jugoszláviával szemben kifejezetten ellenséges volt, hiszen ugye a Tito-Jugoszlávia másfajta szocialista berendezkedést képviselt, mint a szovjet érdekszféra többi állama, ezért mondjuk Magyarország és a jugoszláv állam között volt egy nagyon erős ellentét, és ez persze a közlekedésre is kihatott. És úgy, hogy a teljes jugoszláv-magyar határsávot tudatosan, hát nem azt mondom, hogy visszafejlesztették, de majdhogy nem, tudatosan nem fejlesztették, mondjuk inkább így. De aztán az 1980-as években a délszláv háborúk ellenére is már jelentek meg együttműködési törekvések, mind a román, mind a magyar, mind a akkori jugoszláv igazgatásban arra, hogy ezt a régiót valahogy újra integrálni kellene. És akkor még nem az európai integráció jegyében, hanem egyszerűen a gazdasági szükségszerűség miatt, hiszen ez a Bácska-Bánáti régió, ez egy gazdasági egységet alkotott évszázadokon keresztül, így volt ez már a középkorban, így volt ez később is. És hát ennek eredményeként azért a rendszerváltás után Románia és Magyarország, később pedig ugye napjainkban Szerbia, nyilván a háború lezárultával Szerbia is ebben partnernek mutatkozott, és az európai integráció folyamata lehet az, amely meghozza azt, hogy ezek a közlekedési lehetőségek ismét helyreálljanak. Na most itt túl vagyunk véres háborúkon, etnikai, vallási és egyéb alakú konfliktusokon ebben a tényleg viharvert Kárpát-medencében és köztes európai régióban, de megint eljutottunk oda, hogy csak az integráció és az együttműködés az, és ennek jeleként a vasútfejlesztés, a közlekedésfejlesztés és ezzel párhuzamosan a gazdasági integráció, amely kiutat vezethet, és amely ezen népeknek, meg az itt élő embereknek, hiszen egy ember élete az rövid, tehát az itt élő embereknek biztosíthatja a boldogulását. Zamišljeno je da će se između Segedina, Subotice i Baje izgraditi elektrificirana pruga na kojoj će vozovi saobraćati brzinom od 160 km na sat. U tom cilju potrebno je obnoviti deonicu od 72 km, a na deonici od 24 km potrebno je izgraditi novu prugu. Deo investicije bila bi izgradnja ili obnova 15 železničkih stanica, odnosno stajališta. 2011. godine izrađena je studija izvodljivosti rekonstrukcije pruge Segedin-Reske, Horgoš-Subotica, Čikerija-Bačalmaš-Baja, deonica koja je izgrađena još 1885. godine. Nakon toga sledila je sledeća faza u vidu pripreme tehničke dokumentacije. Kao što je poznato, sve se to radi uz davanje smernica od strane Sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova pokrajinske vlade i Agencije za euroregionalni razvoj DKMT Dunav Kireš Moriš Tisa. Veći deo potrebnih sredstava obezbeđuje se iz IPA prekograničnih fondova, dok vlada Vojvodine i DKMT učestvuje sa 15%. Trenutno se radi na planu izvođenja za deonicu od 40 km između Segedina i Subotice, za koju treba uraditi još studiju o zaštiti životne sredine. Istovremeno, za deonicu Subotica-Baja pravit će se pripremna dokumentacija i plan.
Zamišljeno je da na obnovljenoj deonici Segedin-Reske-Horgoš-Subotica saobraćaj krene 2019. godine, a od Subotice ka Baji preko Čikerije i Bačalmaša 2027. godine. Obnova pomenute relacije pored evropske integracije svedoči i opredeljenosti koja u sebi sadrži prihvatanje evropskih vrednosti, a i evropskih sistema. Ovde se prvenstveno misli na pridruživanje infrastrukturalnim i saobraćajnim sistemima. Značaj ove pruge se sem saobraćajnog može posmatrati i sa simboličkog svakodnevnog aspekta. Simboliku ćemo naći u samoj obnovi ove trase, koja je deo železničke linije Rijeka-Konstanta, a iznad toga je povezivanje tri centra, Segedina, Subotice i Baje. Na ovaj način će ova naselja pružiti i tekako potrebnu transfuziju za još kvalitetniji život i razvoj ove regije. Szeged-Szabadkai vonalszakasznak a magyar része mintegy 13,7 km hosszú. Itt a pályára engedélyezett sebesség 40, illetve 60 km/h és 210 kN-os tengelyterhelés van érvényben. Ez a pályaszakasz forgalom szempontjából biztonságosnak mondható. A Szeged-Szabadka szerbiai oldalán az első kis vonalszakasz Horgos és következő állomás közben itt ez a leggyengébb állapotú, itt 20 km/h sebességkorlátozás van érvényben, és mindössze 160 kN-os tengelyterheléssel mehetnek a vonatok. Azonban ezt követően már Szabadkáig 80 km/h sebességgel járhatók a vasútvonal. Tehát gyakorlatilag itt a forgalom most is zajlik, azonban ezt a mintegy 45 kilométeres vonalszakaszt közel 2 óra alatt lehet megtenni. Ennek gyakorlatilag 2 oka van. Az egyik fontos oka az, hogy a vonatok a határállomáson közlekednek csak, és itt átszállásra van szükség a másik vasúttársaság járműveire. A másik fontos ok pedig az, hogy a magyar-szerb határ jelenleg még schengeni határként üzemel. A Szabadka-Baja közötti szakasznak az első, mintegy 25 kilométeres része Csikériáig jelenleg ez nem, gyakorlatilag nem fellelhető. Egy 4 kilométeres szakasz teljesen hiányzik ebből a vonalszakaszból, és a többi részen pedig hát gyakorlatilag a természet visszavette, ami az övé, és teljesen elgazosodva, gyakorlatilag cserjék, karvastagságú fák nőnek a vágánytengelyben, tehát gyakorlatilag nem fellelhető a vasútvonal. A Bácsalmás és Baja közötti vonalszakasz talán a legjobban karbantartott része a tervezett, felújítandó, üzembe helyezendő vonalszakasznak. Itt 80, illetve 100 km/h sebességgel közlekednek a vonatok, és 210 kN-os tengelyterheléssel. Tehát ezen a részen gyakorlatilag egy felújítás keretében már most fel lehetne venni a forgalmat. Železnička deonica Subotica-Bačalmaš-Baja u dužini od 58,2 km predata je na upotrebu 8. januara 1885. godine. Tom prilikom za počasne građane proglašene su premijer Kalman Tisa i ministar saobraćaja Gabor Kemenj. Stanice i stajališta na ovoj trasi su Subotica, Subotica fabrika Đubriva, Hrvatski major, Kelebijski salaši, Čikerija, Bačalmaška crvena šuma, Bačalmaški vinogradi, Bačalmaš, Aljmaš, Bač Bokod, Bač Boršod, Bajski vinogradi, Baja. Trianonske nove granične linije kod Čikerije su presekle liniju između Subotice i Bačalmaša, a putnički saobraćaj između Bačalmaša i Čikerije obustavljen je 1. novembra 1960. godine. Istovremeno, teretni saobraćaj između Bačalmaša i Bačalmaških vinograda ostao je do daljnjeg, sve do početka 90. godina prošlog veka. Izgradnja pruga u Vojvodini, glavna strategija je bila da se prevoze poljoprivredni proizvodi
i normalno minerali, rude itd. U ovom području je bila manje ruda, znači za rude važe neka druga područja, Rumunije, Banata itd. Što se eksploatisa ugalj za parobrode, lokomotive itd. Dok ovdje se najviše se eksploatisali poljoprivredna dobra. I tako se Subotica samo sve počela da razvija ne kao poljoprivredno, već i znamo i kasnije Subotica se razvila i bila je jedna od najvećih industrijskih centara ovdje, a to upravo zahvaljujući izgradnji mreže željezničkih pruga koje se slivale, tako znamo da su kasnije već početkom 20. veka su u Subotici nikle velike fabrike, mašinska industrija, elektroindustrija, hemijska industrija, prehrambena industrija. Znači, znamo da je Subotica bila jedan veliki industrijski grad, upravo zahvaljujući željeznici i razvoju željeznice. Subotica sad također spada u najveću, ne spada, nego je najveća željeznička stanica, odnosno najveći željeznički prelaz sa najviše vozova koji uđu u zemlju i iziđu iz zemlje. Također, to je ovaj pravac prema Budimpešti. Mi također imamo pruge koje se ovdje ulivaju u Suboticu. To znači opet ove pruge koje sam ranije nabavio da su stare pruge kad su izgrađene. Ovaj pruga Senta, pruga Sombor, dalje Vinkovci. Zatim pruga Horgoš koja samo iz Segedin, to je sad samo radi u putnički saobraćaj, na toj pruzi već duži niz godina uopšte nemamo teretnog saobraćaja za Segedin. Imamo nešto prema Kanježi, Horgošu, međutim i ta samo veza Horgoš Senta što je nekad bila pruga, ta pruga u tom dijelu ne radi, radi samo do Kanježe. Znači vrlo je malo manje razvijen u poprešnim pravcima izuzev Sombora teretni saobraćaj, dok je Subotica Budimpešta, odnosno dalje prodržavate ga za Beograd i dalje razvijen, znači da ne kažemo najrazvijenija pruga trenutno u Srbiji. Što se tiče pruge, Subotica je Segedin solidna do Bačkih Vrda. Znači, od Bačkih Vrda do granice je u lošem stanju i ona stvarno zahteva jedan remont. Putnički vozovi sad saobraćaju samo naši do Horgoša, od u Horgoš se preseda iz naših garnitura u mađarske garniture. Veoma, imali smo ove godine par navrata i prekida saobraćaja ne zbog infrastrukture, već zbog lošeg stanja naših vozila, ali u novije vreme dobijemo nove garniture, nove vozove, ruske garniture koje saobraćaju na toj relaciji, koje su vrlo adekvatne za ove kraće relacije i sa brzinom i sa komocijom i sa njihovom tehničkim stanjem. Međutim, pruga je u tako lošem stanju da veoma često dolazi do kvara na tim vozovima, jer to su savremeni vozovi da zahtevaju dobre pruge. Ne može biti na prugi korova, trave, lišće, tako dalje, jer zato dolazi do čestih kvarova i do ispadanja tih garnitura. Znači, potrebna je hitna intervencija na izgradnji pruge Subotica-Horgoš, jer sa izgradnjom pruge znači bila bi učestalost vozova veća, ne bi bilo ispadanja iz saobraćaja, znači imali bi redovitost saobraćaja. Sa redovitošću saobraćaja mi vraćamo putnike. Jer kad vi danas imate voz, sutra nemate voz, pa ga 10 dana imamo, dva nemamo. Znači imamo neredovitost i automatski se smanjuje broj putnika u vozovima. Znači moramo imati dobru prugu, dobre vozove, da se poštuje red vožnje i mi sa tim vraćamo putnike na železnicu. Sa izgradnjom koridora i logističkih centara u Segedinu i Subotici, mi bi jedan veliki broj kamionskog transporta mogli da prebacimo na železnicu i tu bi i jedna i druga zemlja imali velike interese. Jedan od razloga je bio prvo ekološki. Vi znate koliko danas kamiona prođe na graničnom prelazu Horgoš, koliko to ide autoputevima. Znači, više aspekata ima koji su negativni u smislu drumskoga, a koji bi to sve bilo pozitivno za železnicu, pozitivno za čitavo društvo, ekološki i sve ostale aspekte bi bili mnogo isplativiji i komercijalno bolji čak i za drumski deo.
Prema planu do 2020. godine krenuće železničke kompozicije između Subotice i Segedina, a nakon druge faze studije izvodljivosti isto to se očekuje i na relaciji Subotica-Baja. Obnova i izgradnja nedostajuće deonice koštaće oko 300 miliona evra. Partneri na projektu, kao i stručnjaci, predstavnici Srpske i Mađarske železnice u Novom Sadu su iza zatvorenih vrata raspravljali o stvarima koje će doprineti uspešnom okončanju projekta. Razgovaralo se o graničnoj i carinskoj kontroli putnika i robe, telekomunikaciji te obezbeđivanju struje za saobraćaj vozova. Čulo se da je prvenstveni cilj projekta izrada tehničke dokumentacije, kao i izrada studije izvodljivosti sa aspekta zaštite životne sredine za deonicu Subotica-Čikerija-Bačalmaš-Baja. Učesnici sastanka u Novom Sadu obradili su svaki sporni tehnički momenat studije izvodljivosti. Sa mađarske strane će se pripremiti upotrebni plan, a sa srpske strane idejni plan. Projekt partneri su Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i neprofitabilna agencija za euroregionalni razvoj Dunav-Kireš-Moriš-Tisa. Projekat se ostvaruje u okviru IPA prekograničnog programa između Mađarske i Srbije. Predviđeno je da 2019. godine krene saobraćaj na relaciji Segedin-Reske-Horgoš-Subotica, a 2027. godine na relaciji Subotica-Čikerija-Bačalmaš-Baja. A 2011-ben Vajdaság Autonóm Tartomány kormányával partnerségben a DKMT Euroregió elkészítette a Szeged-Szabadka-Bácsalmás-Baja vasútvonal megvalósíthatósági tanulmányát. Ezt a Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési programból finanszíroztuk. Annyira rentábilisnak mutatta ez a megvalósíthatósági tanulmány a vasútvonalat, hogy úgy döntött Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya és a DKMT közösen, hogy akkor tovább kellene lépni egy lépéssel, hiszen fenntarthatatlannak tűnnek jelenleg a közlekedési lehetőségeink. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy Szeged és Szabadka között 40 kilométeres távolság van, amelyet több mint 2 óra hossza alatt tud abszolválni a szerelvény, és a körülmények sem annyira európaiak már. Ezt követően Szabadkától Bácsalmásig abszolút nem létezik vonatközlekedés, holott ez a két város egymás természetes partnere lehetne, és Bácsalmástól Bajáig a magyar szakaszon van egy viszonylag elfogadható pályasebességű szerelvény. Akárkinek Európába elmeséltük azt, hogy hogy utazunk mi, hát nem nagyon hitte el. Úgyhogy ezért eljutottunk odáig, hogy úgy döntöttünk, hogy ez év tavaszán meginvitáltuk a DJ Regio, az Európai Bizottság Regionális Főigazgatóságának az egyik vezetőjét, hogy utazzon velünk egy kellemeset. Pásztor elnök úr, Bányai Gábor elnök úr, így ültünk fel együtt a vonatra az Európai Bizottság képviselőivel, akik meglehetősen eltátották a szájukat, hiszen felszálltunk Szegeden a szerelvényre. Először azt gondolták, hogy hú, ez milyen vicces, hogy itt az állomáson vannak régebbi vonatok kiállítva, mondtuk, hogy nem, mi ezzel fogunk utazni. Majd megálltunk Röszkén, és leszálltunk a vonatról. Hát nem nagyon értették, hogy itt miért szállunk le. Így utazunk mi, megállunk, leszállunk, és várjuk, hogy jöjjön a vajdasági szerelvény, a szerb szerelvény. De van, amikor sajnos nem jön. Nekünk szerencsénk volt, szóltuk, hogy érkezni fogunk, ezért jött a szerelvény. Úgyhogy egy röpke fél órás várakozás után már föl is szállhattunk a szerbiai szerelvényre, és tovább utazhattunk Szabadkára. Ami nyilván egy kicsit vicces volt, hiszen néha, hogyha kinéztünk az ablakon, akkor láthattuk azt is, hogy mellettünk a biciklis is tud egy kicsit gyorsabban haladni. Igazából fantasztikus együttműködés van Szeged és Szabadka, Csongrád megye és Vajdaság és Bács-Kiskun megye között, ezért arra gondoltunk, hogy a polgáraink, a diákjaink, akik egymásnál szeretnének tanulni, a néptáncsoportok, az itt fekvő települések, például Röszke, Horgos megérdemlik azt, hogy méltó módon tarthassák egymással a kapcsolatot. Így alakult ki az, hogy akkor egy újabb pályázat formájában, amelyet szintén a Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program finanszíroz, támogatást nyertünk az engedélyes terv elkészítésére a Szeged-Szabadka vonalra, illetve a Szabadka-Bácsalmás-Baja vonalra egy magtanulmányt, illetve egy környezeti hatástanulmányt fogunk elkészíteni. Ennek a projektnek november végén lesz vége, és innentől kezdve már csak arra van szükség, hogy a partnerség, a Vajdasági Kormány és a DKMT Euroregió megtalálja együtt azt a finanszírozási módot, amellyel megépíthető ez a nem kis vonalszakasz. Azonban nagyon nagy szerencsénk van, mert nagyon komoly szakmai támogatást bírunk mind a magyar, mind a szerb vasúttársaság részéről, valamint mindkét kormány és mindkét kormányfő már
előrehaladott tárgyalásokat folytatott ennek vonalnak a megépítéséről. Tulajdonképpen ezt a pályát teljes mértékben újjá kell építeni Szeged és Szabadka között, illetve a nem létező szakaszokat Szabadka és Bácsalmás között is meg kell építeni. Mi úgy tervezzük egyelőre, hogy 160 km/órás pályasebességre alkalmas legyen ez a vasútvonal, ezért, hogy a Szegedről Szabadkára szeretnénk utazni, akkor ha gyors vonatra szállunk föl, és nincsen a két város között megálló, a határőrizeti szervek pedig a szerelvényen ellenőrzik az utasokat, akkor 31 perces menetidővel számolhatunk a jelenlegi általában 2-2,5 órás helyett. A vonalon a műszaki tervezés ez év januárjában kezdődött. Túl vagyunk már nagyon sok előkészítő munkálaton, a geodéziai felméréseken, a talajmechanikai, geotechnikai vizsgálatokon. Egyeztettünk a két ország vasútjaival, és a tervek nagyon nagy részt elkészültek. Számtalan egyeztetési ponton már túl vagyunk, de van még néhány olyan, ami a két ország vasútjainak az együttműködését érinti, illetve akár a két ország más szerveinek együttműködését is érinti. Ilyen például az, amikor ugye a vasúti pálya a két szakasza, egy vasúti pálya két szakaszra bomlik a határon, a vonatokat a határon át kell adni a másik vasút kezelésébe. Ennek műszaki, technikai kérdései vannak, amit a két vasútnak egymással együtt kell megoldania. A többek között ilyen kérdésekről esett szó. Ezek olyan ügyek, hogy milyen műszaki megoldása legyen a vonalon a központi forgalomirányításnak, melyik központokból melyik szakaszokat fogják irányítani, és ezek hogyan fognak egymással működni. Általában a vonalról műszaki szempontból annyit érdemes tudni, hogy ez egy korszerű, az európai normáknak megfelelő vasútvonal lesz. 22,5 tonnás tengelyterheléssel, ez az Európában a fővonalakon előírt teherbírás. A vonal műszaki paraméterei, a geometriája úgy lesz kialakítva, hogy a leghosszabb szakaszon 160 km/órás sebességre is képes lesz a pálya, ezt lehetővé teszi.
de az első körben valószínűleg csak 120 km/órás sebességre fogjuk engedélyeztetni az egész vonalat, addig, amíg a további szakaszok is meg nem épülnek. Ugye itt ez az egész munka, amiről beszélünk, ez tovább is mutat Szabadkától Baja felé, hiszen régen ez egy darab vonal volt. Ez a vonal, ez a felújítás jelentősen megkönnyíteni és megjavítaná azt a szolgáltatást, ami Szeged és Szabadka között létrejön. Hát azt gondoljuk, hogy a vasút erősen versenyképes lesz, de hát ugye, hogyha a diákokról, de akár csak egy átugrunk Szegedre, átugrunk Szabadkára az ismerősökhöz utazásról van szó, ugye ezért ez egy olcsóbb és sokkal kedvezőbb és talán kényelmesebb megoldás is lesz. Azt is gondoljuk, hogy hosszú távon ennek a vonalnak teherforgalmi szerepe is kell, hogy legyen. A teherforgalom azért is érdekes, mert főleg, hogyha ez majd tovább épül Baja felé, akkor olyan térségeket lát el jó minőségű vasúti kapacitással, ahol jellemzően gabonatermesztés, olyan mezőgazdasági tevékenység folyik, ami számára kedvező a vasúti szállítás, akár például egy bajai vagy egy apatini kikötőbe vagy valahová, akár a szegedi kikötőbe is, tehát akár vízi szállítással továbbíve. Ez a mostani szakasz, amiről most beszéltünk, ez Szeged-Szabadka között igazából egy olyan vonatközlekedést is lehetővé tesz, ahol olyan már európai léptékkel nézve is fontos városok kapcsolhatók össze, mint Újvidék, ugye az Újvidék és Szabadka közötti vonal felújítása ugyancsak folyik egy másik munka keretében, pontosabban ennek a tervezése. És itt létrejött egy olyan vonat, vagy egy járat, ami mondjuk Belgrádból Újvidéken, Szabadkán, Szegeden keresztül Kecskemétet érintheti, és Budapestet. Ugye ezek olyan városok, ahol mondjuk a gazdaság fejlődése már ma is megindult, jól látható. Én azt gondolom, hogy ebből egy jó ilyen regionális együttműködés is ki tud alakulni. Talán a legfontosabb célja ennek a vasútnak, hogy a határ két oldalán, a két térségben élőket közelebb hozza egymáshoz, nem csak időben, hanem gondolkodásmódban is. És hogyha ez a két város egymástól tényleg egy órán belül elérhető vonattal kényelmesen, akkor ez a diákság számára is elég fontos. És hát nem beszéltünk még arról, hogy a munkába járók a két térségben valószínűleg sokkal jobban tudnak válogatni a számukra megfelelő munkahelyek között. Tehát ez egy további választást ad, lehetőséget ad a munkaerőnek. Nakon Novog Sada, radni dogovori na ostvarivanju projekta nastavljeni su u Segedinu. Učesnici skupa, stručnjaci i rukovodioci Mađarske državne železnice i Železnica Srbije, kao i predstavnici dve države, bili su učesnici workshopa na kojem su skenirani koraci i rezultati koji su planirani u proteklom periodu i dogovoreni sljedeći koraci koji su preko potrebni radi realizacije projekta obnove pruge Segedin-Subotica-Baja. Nek az a célja, hogy az előrehaladásról, a nyitott kérdésekről tanácskozzon elsősorban két projektpartner, a DKMT Euróregió Fejlesztési Ügynökség, illetve a Tartományi Gazdasági Titkárság. Az elejétől kezdve bekapcsoltuk a Magyarország és a Szerbiai vasutakat, ők delegáltak embereket, akik követték az eseményeket. Tőlünk az urbanisztikai titkárság kapcsolódott be még, hiszen engedélykiadása kapcsán van illetékességük. A közlekedési minisztérium, illetve az infrastruktúrai felelős minisztérium, ez régen két külön minisztérium, most egy, annak a képviselő is itt volt, akik itt vannak velünk. Illetve miután kiválasztásra került a kivitelező, akkor a kivitelező képviselői, és a kiválasztás után, amikor már elkezdték realizálni a projektet, illetve a projekttechnikai dokumentációt elkészíteni, akkor folyamatosan az előrehaladásról számolnak be, hogy nyomon tudjuk követni, hogyan fejlődik ez a projekt. Az újvidéki tanácskozás, ez egy rendkívüli tanácskozás volt, ahova
a két minisztériumot, két vasutat elhívtuk, és valóban minden nyitott kérdést áttárgyaltunk. Azóta a javaslatok a magyarországi vasúttól megérkeztek a szerbiai vasutakhoz, várjuk a választ, több nyitott technikai kérdés kapcsán és határrendezési kérdések kapcsán megtörténnek a belső egyeztetések, most még itt egy utolsó nagy közös egyeztetés szervezése van, és hát kikristályosodott az is, hogy a projekt promóciója kapcsán mikor, milyen rendezvényeket fogunk tartani. Most már itt vagyunk a projekt realizálásának a finisében, úgyhogy felpörögtek az események. Szóval nagyon fontos az, hogy ez a projektum már több mint egy éve készül, az előtanulmányok azok már több éve, de most már ott tartunk, hogy egy hónap, esetleg 6 hét alatt befejeződik a projekt dokumentáció elkészítése. Ez lehetővé teszi a magyar oldalon, tehát Szeged és a határ közötti szakaszon a főterv kidolgozását, ami alapján az építkezési engedély beszerezhető. A szerbiai oldalon pedig Horgos és Szabadka között olyan tervdokumentáció készül, amely az alapvető engedélyeztetési procedúrát lehetővé teszi, másrészt pedig készül egy olyan dokumentum is, amely alapján ki lehet írni a pályázatot, a tervezés, a kivitelező, ez egy csomagban lenne, kiválasztására. A pénzeszközök beszerzése az egy nagyon fontos tétel. Elmondhatom, hogy a napokban tárgyaltunk a Magyar Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, és hát egyetértésre jutottunk abban a kérdésben, hogy igenis megpróbáljuk közösen beszerezni az eszközöket a projekt megvalósítására. Ez természetesen mind a magyar oldalon, mind pedig a szerb oldalon európai uniós eszközök lehetnek. Nem egy egyszerű történet, de én úgy gondolom, hogy ha van akarat, akkor meg lehet szerezni az eszközöket az elkövetkező pár évben. A mai workshopunk témája az elsősorban a határátmenetek a kérdése volt, ami egy ilyen sarkalatos kérdésköré nőtte ki magát jelenleg a projekt szakaszába. Ez elsősorban abból adódik, hogy ugye a Szeged-Szabadka vasútvonal az a Európai Uniónak a schengeni határa mentén található jelenleg, és nagyon szigorú előírások vonatkoznak a schengeni övezetre. A projekt megvalósulásának az időtávja az nagyjából a körül van, mint amikor Szerbia csatlakozik az Európai Unióhoz, és ugye attól még egy bizonyos időtávon belül a schengeni határ is megszűnhet, ezért több alternatívát és szenáriót kell végigbeszélnünk arra vonatkozólag, hogy a vasúti határállomásokat milyen módon és hogy kell kialakítani, hogy megfeleljen a távlati igényeknek. A mai egyeztetésnek is ez volt az egyik ilyen témája. Gyakorlatilag ugye a tervezési munkánál a tervezésben részt vesz egy szerb tervezői csapat és egy magyar tervezői csapat, mindenki a saját oldalának hatóságaival egyeztet és próbálja előrevinni a folyamatot, illetve a végén ugye a hatóságok egymással is és kétoldalú megállapodások révén jóvá hagyják azt a megoldást, ami alapján a végleges tervek és a tervezett állapot meg tud születni. Megbízó számára történő ismertetése történt most meg. Voltak egyeztetések, amiken ők is ott voltak, illetve próbáljuk tovább vinni ezt a folyamatot, hogy a legjobb megoldás szülessen annak érdekében, hogy a projekt időben meg tudjon valósulni, és akkor az összes előírásnak megfeleljen. Ez volt az egyik témakör, amit a mai egyeztetésen érintettünk. A másik témakör, ezek környezetvédelmi kérdések voltak, mert ez az egész projekt, ez, amiről az előbb beszéltem, ez főleg a Szeged-Szabadka vasútvonal volt, de maga a projekt ez a Szeged-Szabadka-Baja vonalszakasz. Ennek ez jelenleg két projekt keretén belül valósul meg. Az egyik ez a Szeged-Szabadka engedélyezési tervek, vasúti engedélyezési terveknek a készítése, és egy úgynevezett közlekedési alátámasztó munkarészek készülnek a Szabadka-Baja vonalszakaszra, és ezzel párhuzamosan készülő, de mégis ettől független projekt keretén belül pedig a Baja-Szabadka vasútvonalra környezetvédelmi hatásvizsgálat is készül. Igazából a Szeged-Szabadka vonalra annak a projektnek a részeként valósul meg ez a környezeti hatásvizsgálat, ott az benne van a projektben, és ezt ugyanezt az engedélyt
ez egy környezetvédelmi engedély, szeretnék megszerezni ugye a beruházó már a Szabadka-Baja vonalszakaszra. Ugye erről a vonalszakaszról azt kell tudni, hogy történelmileg ez egy létező vonalszakasz volt, ami a világháború után ugye felbontásra került, és itt a két ország között a vasúti kapcsolat megszűnt. Tehát valahol ennek a helye azért biztosítva van a környezetben, de mégis nagyon sok helyen azért a simmár elvitték, gyakorlatilag elbontották őket, és igazából ennek a helyreállítása a projektnek ugye az egyik témája, és hát a környezetvédelem azért is hangsúlyos ebben a kérdéskörben, mert hát amikor ez megszűnt, ahhoz képest ugye a vasúti közlekedés már máshol tart, lényegesen nagyobb sebességgel, komolyabb szerelvények közlekedhetnek a pályán, illetve hát ugye nagyon sok helyen átelepültek épületek, intézmények a vasútvonalra, és azoknak a védelmét is biztosítani kell tudni ennek a projektnek a keretén belül. Nagyjából most ott tartunk, hogy az engedélyezési terveknek egy ilyen munkaközi verziója gyakorlatilag elkészült, most ezeket a vasútüzemeltetőkkel mind Szerbiában, mind Magyarországon jóvá kell hagyni. Utána fogjuk véglegesíteni gyakorlatilag a dokumentációt, amely ezután benyújtásra kerül a illetékes hatóságokhoz, ugye Szerbiában is máshova és Magyarországon is máshova, illetve ugyanígy párhuzamosan lesz egy vasúthatósági létesítési engedély, illetve egy külön környezetvédelmi engedély is, ezek más-más hatóságok. Az elkészült dokumentációkat oda fogjuk benyújtani, és ők fogják hát remélhetőleg minél rövidebb idő alatt kiadni azokat az engedélyeket, amik ahhoz szükségesek, hogy utána egy ilyen úgynevezett kivitelezési tender keretén belül a beruházó megpályáztathassa a kivitelezővel, és akkor reményeink szerint mi hamarabb megvalósulhat, a támogatási forrást tudnak szerezni hozzá a projekt. Na izgled jednog naselja bitno može uticati sama železnička stanica, odnosno njena okolina, jer će oni koji stižu vozom u grad ili selo svoje prve utiske steći baš ovdje. Ako je ta sredina sređena sa kulturnom okolinom, to naselje je već nešto dobilo. Istovremeno, mobilitet je ključ našeg životnog kvaliteta, a proporcionalno s tim prevoz železnicom će biti konkurentan u odnosu na druge načine prevoza samo u slučaju da se poboljša kvalitet usluga. Jednom će voz brzo saobraćati od Segedina do Subotice, nakon što se na toj deonici uradi modernizacija, što će rezultirati ogroman iskorak na polju prevoza ljudi u regionu. Na pružnom prelazu između Segedina i Subotice ne postoji potrebna infrastruktura, a gdje je ima, tamo je u lošem stanju. Za putovanje na ovoj deonici od 40 km trenutno treba 2 sata, a na pola puta treba i presedati na graničnom prelazu. Interesovalo nas je šta o svemu misle sami putnici. Koje je njihovo mišljenje o železničkom saobraćaju na ovom delu, koje su njihove muke tokom putovanja i da li smatraju potrebnim obnovu ove železničke deonice. Kellene, úgyhogy igazából, de ahhoz képest én igazából meg vagyok vele elégedve. Annyira nem voltak olyan nagyon durva negatív tapasztalataim. Nagyon sokan használják diákok a vonatot, ugye a kedvezmény véget is nagyon kedvező a vonat, de láttam sokszor idősebbeket is, munka, tehát akik dolgoznak, olyan embereket is láttunk, úgyhogy igazából mindenki szívesen használja. Sőt, hallottam régen olyanokat is, hogy gyerekek is mondták, hogy akik még sose használták a vonatot, hogy ki szeretnék próbálni, mert hú, biztos nagyon jó. Uvek idem autobusom, ali sad igram slučaja sam vozom. Studiram ovde ekonomiju, u prvoj godini sam češće, ali sad, pošto sam prebacio se u Novi Sad, 2-3 puta mesečno. Jako je sporo i bukvalno pola dana propadne na put, tako da pruge su jako loše, vozovi isto, kupeji ne održava se, tako da nije baš na zadovoljavajućem nivou.
Čest putem vozom i zadovoljan sam putevima. Samo nam smeta što ima nekih stanica na kojima ne treba da se staje i pruge treba da se poprave, da se ne koči. Szegedről jövünk, és Újvidékig megyünk. Ideig busszal jöttünk Szabadkáig, és akkor itt fogunk átszállni a vonatra. Hát reméljük, hogy jó lesz. Negatív élmény, hogy alapból vonattal jöttünk volna, de a jegypénztárnál a hölgy azt mondta, hogy nem ajánlja, tehát nem tanácsos, mert nincs rá garancia, hogy onnan küldenek vonatot, és nem lesz átszállás. Azt mondták, hogy van valami fennakadás, és ezért így inkább menjünk busszal Szabadkáig, és onnan vonattal. Elég körülményes. Én már egyszer voltam, de még két évvel ezelőtt, és akkor is elég körülményes volt. Így kalandosnak kalandos, csak körülményes. Mi miatt? Mert ez a hosszú, ugye az átszállás az oké, csak nagyon hosszú és lassú kicsit. Malo ima vagona, tako da se stvari uvek gužve. Od Beograda do Novog Sada, eventualno do Vrbasa. Do Subotice već malo manje. Onda iz Subotice sad voze tri, a vidim ranije su jedan ili dva vagona. Pre dosta godina, kad se vršila elektrifikacija, i svi su išli na obuku. Već je to nešto značilo, jer su vozili električne lokomotive ili dizelke su pre toga bile, tako. I bila je druga država, naravno, mislim, veći prostor i sve to. A sad? Sad, vidite šta se desilo. Jednostavno, ekonomska situacija se promenula, nema novca za obnovu, tako svi kažu, jel? Mislim da je taj interes najbitniji uopšte, da bi se išlo napred, jel? E sad, čujem da će se uzeti kredite, tako? Ili su već uzeli za gradnju takozvanih brzih pruga. Da će biti brze pruge, ne znam, ali vozovi će možda ići brže. U cilju brzog i lakog protoka robe, a i putnika između država članica, kao i ostalih država, potrebno je prekogranično razvijenje kontakata i veza. O preporodu železničke linije Segedin-Subotica-Baja, o izradi tehničke dokumentacije, kao i o izradi studije izvodljivosti zaštite životne sredine na deonici Subotica-Čikerija-Bačalmaš-Baja, bilo je reči u Novom Sadu. Radni sastanak okupio je partnere kojima je u interesu ostvarivanje projekta, kao i stručne ljude Železnice Srbije te Mađarske koji u ovom projektu pružaju nesebičnu stručnu pomoć. Želim da vam zahvalim u ime pokrajinske vlade, vlade Vojvodine, što ste danas došli na ovaj sastanak o kojem razgovaramo o izuzetno značajnoj temi. Posebno zahvaljujem predstavnicima nadležnih ministarstava i Mađarske i Srbije, predstavnicima Železnica Srbije i Mađarske kompanije, predstavnicima Evroregionalne razvojne agencije, DKMT i Segedina i predstavnicima, naravno, konzorcijuma koji je izabran nadležan za izradu projekta. Za pokrajinsku vladu, za sekretarijat, na čijem sam čelu, a gde mi je kolega Balint Juha zamenik, ovo je projekat od prvorazrednog značaja. Nekoliko godina traju naša zalaganja za početak njegove realizacije. Ovaj projekat bi trebao da po našoj viziji postane
deo velikog projekta u kome se u posljednje vreme priča železničkog povezivanja Srbije i Mađarske, odnosno povezivanje Beograda i Budimpešte izgradnjom brze pruge koja je sad aktuelna. Pored opšte koristi koje nije posebno naglašavati šta nam donosi povezivanje Beograda i Budimpešte brzom prugom, sigurno je da izgradnja pruge između Baje i Segedina, koji prolazi teritorijom Srbije i Vojvodine, predstavlja program plus, odnosno povezivanje koridora između Beograda i Budimpešte, istočno i zapadno, i povezivanje sa drugim železničkim pravcima. Ako posmatramo da ovaj projekat će biti realizovan u nekoliko faza, sigurno je da ova faza do koje smo došli, a to je faza početka izrade idejnog projekta, je nešto bez čega ne možemo razmatrati ni sledeće faze. Ali druga faza povezivanja naše Subotice i mađarskog Segedina je također nešto što je jako značajno i čemu odavno težimo. Jer ta dva grada koja se nalaze na nekih 30-40 km između sebe, predstavljaju na neki način simbol saradnje Srbije i Mađarske. I sigurno da bi realizacija projekte bržeg željezničkog transporta između ova dva grada unapredila značajno tu saradnju i u onom najvažnijem ekonomskom aspektu. Na samom početku evropskog puta Srbije, odnosno puta ka pristupanju Evropskoj uniji, mi smo ovde u Vojvodini zajedno sa mađarskim i rumunskim partnerima osnovali evroregiju Dunav-Kriš-Moriš-Tisa, koja je i bila začetnik neke saradnje evropskih regiona u ovom delu Evrope. Ja i sve ove aktivnosti koje smo realizovali i koje danas nameravamo da započnemo realizaciju, posmatram kao posledicu tog prvog poteza osnivanja tog evroregiona i kao njegovu najznačajniju manifestaciju. Mi smo ovde u Vojvodini u planu regionalnog razvoja, u planu razvoja privrede, preduzetništva i zanatstva predvideli kao jedan od osnovnih principa do 2020. godine zamenu u najvećoj mogućoj meri drumskog transporta železničkim i rečnim, i realizacija ovog projekta će značajno tome doprineti. Kada budemo imali ovu prugu, doći će do vrlo značajnog povezivanja dve izuzetno značajne luke, Konstance na Crnom moru u Rumuniji i Rijeke u Hrvatskoj, što ukazuje na transnacionalni značaj ovog projekta, ali će imati izuzetno veliki značaj i za regionalno železničko povezivanje, jer će ova pruga uspostaviti novu međuregionalnu vezu između Južnog Podunavlja i regiona Velike Južne Ravnice u Mađarskoj, Vojvodine, u Srbiji i ka zapadnim regijama Rumunije. I ono što je jako važno za sve nas iz ovog regiona je da će pruga omogućiti intermodalnu saradnju našim rekama ovde. Recimo luku Baju, zatim na reci Tisi luku Segedin, sa našim lukama ovde u Novom Sadu, u Apatinu, u Senti, i mi u Vojvodini imamo u ovom momentu nekih desetak luka koje su operativne. Tako da opredelenje vlade Vojvodine da vrlo snažno lobira pred nadležnim institucijama vlada Republike Srbije i naše države za realizaciju ovog projekta, kao i financijska pomoć, odnosno financijsko učešće koje smo izdvojili, čini mi se na moje veliko zadovoljstvo da konačno daje i prave rezultate. Sigurno je da realizacija ovog projekta predstavlja i test za Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji, da li smo u ovom momentu sposobni da realizujemo jedan ovako značajan projekat. Ja sam siguran da ćemo ga uspešno ispuniti, kao što uspešno ispunjamo i mnoge druge testove na svom evropskom putu. Nakon Novog Sada, radni dogovori na ostvarivanju projekta nastavljeni su u Segedinu. Učesnici skupa, stručnjaci i rukovodioci Mađarske državne železnice i Železnica Srbije, kao i predstavnici dve države, bili su učesnici workshopa na kojem su skenirani koraci i rezultati koji su planirani u proteklom periodu i dogovoreni sledeći koraci koji su preko potrebni radi realizacije projekta obnove pruge Segedin-Subotica-Baja. Na stakeholder mitingu u Segedinu pojavile su se interesne strane projekta obnove i izgradnje železničke pruge Segedin-Reske-Subotica-Čekerija-Bačalmaš-Baja.
Učešće u radu uzeli su i predstavnici lokalnih samouprava i naselja koja se oslanjaju na pomenutu železničku deonicu. Bila je ovo prilika da se razjasne sve nedoumice i dobiju informacije vezane za projekat iz prve ruke. Predstavnici lokalnih samouprava upoznati su sa detaljima projekta koje su izradile Kancelarija za projektovanje CES Kovi DOO iz Srbije i Trenekon Kovi DOO iz Mađarske. Čule su se informacije o tome kako bi se obnovile železničke stanice i stajališta, kolika bi bila zaustavna dužina na istim, gdje su predviđeni nadvožnjaci i podvožnjaci, gdje će se železnice ukrštati sa putevima, na koji način će se vršiti kontrola putnika i robe od strane graničnih organa i carine, u vezi čega je rečeno da će detalje na zajedničkoj sednici razmotriti srpski i mađarski granični organi. Učesnici skupa su se složili da je prekogranična saradnja najbolji vid za međusobno upoznavanje i da po tom pitanju saobraćaj ima važnu ulogu. Obnovom pruge Segedin-Reske-Horgoš-Subotica-Čikerija-Bačalmaš-Baja i nadomešćivanjem nedostajuće deonice, ljudi će na svakom polju života biti bliži jedni drugima, dok će đacima i radnicima koji svakodnevno putuju na ovoj deonici pružiti preko potrebnu tačnost i sigurnost. U Bačalmašu je otvorena izložba koja prikazuje trenutačno stanje na železničkoj deonici Segedin-Subotica-Baja. Pragovi su truli, a na nekim delovima ni šina više nema. Iz mađarskog grada Bačalmaš vozovi saobraćaju samo prema Baji, dok je odavde ka Čikeriji te Subotici nemoguće stići vozom zato što su šine odnešene. To su detalji od čega čoveka srce zaboli, a mogu se vidjeti na izložbi fotografija koje će nakon Bačalmaša moći vidjeti i subotička, te novosadska i na kraju segedinska publika. Srbija i Mađarska su se za sada usmeno izjasnile da žele obnoviti deonicu pruge na relaciji Segedin-Subotica-Baja. Ukoliko dve vlade potpišu sporazum i uspeju obezbediti potrebne izvore u narednim mjesecima, onda je od tog trenutka potrebno 2 godine da se uradi planirana obnova, rekao je na otvaranju izložbe Gabor Banjaj, poslanik u Mađarskom parlamentu. Istom prilikom zamenik pokrajinskog sekretara za privredu Balint Jukas naglasio je da će do kraja novembra biti gotovi tehnički planovi za deonicu Subotica-Baja, kao i tehnička dokumentacija za deonicu Segedin-Subotica. Tu se prekogranični IPA projekat u vrednosti od 1,7 miliona evra okončava, rekao je on. Dobri poznavaoci prilika kažu da nije nezamislivo da će deo deonice biti predat upotrebi 2019. godine. Završna manifestacija projekta održat će se 25. novembra u Segedinu. Biće to prilika da se učesnici skupa upoznaju i sa ovim filmom. Železnica je sačuvala sjajne istorijske trenutke zahvaljujući onim ljudima koji prelistavaju istoriju i prisjećaju se nezaboravnih trenutaka i doživljaja koje im je ona pružila. Ovim putem predstavljamo vam svesno sakupljeni materijal železničke kolekcije, a povod je najavljeni početak obnove pruge Segedin-Subotica-Baja, kao i to što železnica nije samo alternativna u saobraćaju i prevozu, nego istorijsko naslijeđe koje ima svoje lice i koje oslikava našu prošlost gledajući u budućnost. A vaš put repe, életemben. Hát, először nem volt nagyon nagy szerepe. Teljesen véletlenül, nem pedig a családi tradíción keresztül kerültem a MÁV szolgálatába. Először egy kicsit füstösek, büdösek, olajosak, kormosak voltak, különlegesek voltak, de idővel mégis beléjük szerettem. És nosztalgiáztam egyfolytában, nosztalgia Józsinak is hívtak egy időbe. Sok mindent megteremtettem, a nosztalgia vonatok közlekedését, az alapítványat, a gyűjteményeket, stb. Tehát nagyon is meghatározóvá vált az életemben. Nagyon megszerettem a vasutat. Először nem csapottam meg a mozdony füstje, de a 70-es években már rájöttem arra, hogy igenis dokumentálni kell például a gőzmozdony korszakát. Sokat fényképeztem, utána gyűjtögettem, és a vasúti témákban mást is gyűjtögettem, rájöttem arról, hogy
ez nem lehet egy magángyűjtemény. És 21 évvel ezelőtt a cégbíróságnál, persze, hogy sok-sok utánajárással és Vasút barátaim együttes közreműködésével megalapítottuk ezt a civil magánalapítványt, a Vasút Történeti Alapítványt. 21 év óta működik, én, mint hivatalosan a titkára vagyok, ha megszültem ezt az alapítványt, föl is kell nevelnem. Tehát nap mint nap dolgozok rajta, rengeteg kiállításunk van, rengeteg eszközünk van, itt a Délalföldön 10 kiállító állandó helyünk van, ahova relikviáinkat el tudtuk helyezni, és mutogatjuk honlapunkon keresztül is az embereknek továbbadva, vagy a médián keresztül tudomásukra jutva jönnek hozzánk látogatni. Itt a környékünkről megint utazgatva ide-oda, ha nem is nosztalgia szempontból, de azért természetesen Szegedről utazva eljutottam Szabadkára is. Még abban a bizonyos időben, mikor azok az ezüstnyilak, azaz a Németországból, Görlitzből származó gyönyörű kis motorkocsik, amik érdekesen itt a magyar vonalakon nem utaztak, de mégis úgy tranzitáltunk, hogy egyik nap egyik vonatpár a magyar mozdonyokkal közlekedett, másik vonatpár meg a szerb mozdonyokkal, jugoszláv mozdonyokkal, és jöttek ezek az ezüstnyilak. Hát ez is egy különleges élmény volt a vasútbarátok, sőt a vasutasok részére is. Hogy kipróbáltuk mink is. Nagyon érdekes, forgatható üléseik voltak többek között, és ott ült a mozdonyvezető elől, a kis alacsony székén közlekedett, és mi meg beültünk. Hanem egyszer csak átértünk a határ túlsó felére, mit éreztünk? Hú, mi van ebben a vonattal? Hát így ugrált. Hát kisiklott, mi történt? Hát akkor jöttünk rá, hogy szegény jugoszláv vasút még az ő vasútvonalán még nem tudta megvalósítani a pálya korszerűsítését, és azokból a 6 és 12 méteres sinekből épültek még a régi pályák, és azon zakatoltunk. De hát ez is nosztalgia volt, és bizonyos embereknek hogy különlegesség volt. Erőátvitel segítségével a sebességet kapcsolhattuk. Tehát például motorindítás, ment, néztem a fordulatot, első fokozat, fölmentünk már 5 km-es sebességgel, lefuvattam vissza a fordulatot, második fokozatba, már majdnem elértük a 10 km-es sebességet, lefuvattam, harmadik fokozatban megint fel a fordulatszám 1250-ig, és már 20 km-es sebességgel döcögtünk. Végül lefuvattam be az utolsó negyedik sebességbe, és íme mehettünk 50-nel, 60-nal is. És természetesen a szemünk a pályánk volt mindig. Na, mikor meg kellett állni, lezártam, és a fékező szelephez nyúltam, nagyon különleges fékezőszelep, ötállású, és egyben bármit csináltam vele, lenyomva légkürtöt üzemeltettünk vele, tehát a vigyázás, a felügyelet, a mozdonyvezetőnek, az egész vonatnak a biztonságának a kezemben volt. Pályamesteri kézi hajtányon ülök, ami azt jelenti, hogy amikor vonatmentes idő volt egy-egy vonal szakaszon, a pályamesternek felügyelnie kellett, fölült rá, elment, hajtotta, elérte a nagy sebességet, aztán fékezett is néha, jött a vonat, mit csinált? Leszállt róla, kitette a sínek mellől, visszatette, ment tovább. Nos, ez a pályamesteri kézi hajtány 1985 óta már alattam a vasúti síneken, és a Szeged városi közlekedésnek, a villamos sínein is már több kilométert lefutott. Hát mondjuk igyekeznem is kellett azért két villamos között, hogy hivatalos engedéllyel, hogy hajtsam, hogy nehogy utolérjen a villamos, és így elértem a 22 kilométeres átlagsebességet is. Nagyon kellemes volt, azóta vasutas napokon, különböző rendezvényeinken, kiállításokon, az egyik fő sláger, gyerekek, felnőttek, föl akarnak kapaszkodni, de hajtani előre, hátra, sőt, olyat csináltunk legutóbb, hogy már helyben is meg tudják ezt oldani. Amikor a vasút úgy döntött közösen, a magyar és a jugoszláv vasútak, hogy megszüntetik a kettő
állomás Szeged és Szabadka között. Igen, igen, az utazóközönség is, meg a hivatásforgalmat lebonyolítók között nem csak szomorúság, hanem felháborodottság is volt. És hosszú szünet után végre megállapodtak, hogy 1988-ban május 29-én mégiscsak a menetrend váltáskor elindulhatott a vonat. Gyorsan megcsinálták a menetrendet például, külön emléklapot adtak ki az ott közlekedő utasoknak, külön vonatjegy is volt erre, és az alapítványunk természetesen már összegyűjtötte azokat a dokumentációkat erről a napról. Ez volt a hivatalos mozdonyvezetőknek és vonatvezetőknek szóló menetrend, és ezt pedig látjuk, hogy a jugoszláv vasutak által kiadott első vonatnak is itt van nálam a menetigazolványa. Emléket akarunk állítani, és ezeket az emlékeket hosszú távra is megőrizni, ami az 1928-ban Európában elsőként épült motorkocsis üzem emléke előtt tiszteleg. A két háromtengelyes GANZ motorkocsik, a GANZ gyár akkori, tehát a 20-as évek első, második felének emblematikus járművei voltak, rendkívül nagy darabszámban, külföldi exportra is. Az 1928-as világkiállításon egy ilyen motorkocsi egyébként aranyérmes elismerést is kapott, jelezve azt, hogy a dízelmotoros motorkocsis üzem forradalmian új megoldást jelentett a vasúti közlekedésben. Az itt látható motorkocsin, ami ki van állítva, párnás és fapados felirat szerepel, mert 1952 és 56 között, és csak akkor ez így volt feliratozva. Később, anélkül, hogy bármi változott volna, első és másodosztály lett belőle, illetve a jegyár nyilván ennek megfelelően változott. Az ezt megelőző időszakban, ahogy mondom, gőzösök üzemeltek, és ennek, vagy a gőzösöknek egy adott típusa nálunk a gyűjteményben megtekinthető. Igaz, hogy ez a 377-es sorozatú mozdony nem vonali mozdony volt, hanem elsősorban állomási tolatásokra használták. Ez azt jelentette, hogy gőzvontatás, kezdeti időszakban még gőzfűtés sem volt a kocsikban, acetilén lámpákkal világítottak, és kályhafűtés volt. Később, ezt már korszerűsítésnek lehet nevezni, gőzfűtésű kocsik lettek, de hát természetesen ez a fűtés csak olyan volt, hogy akkor, ha a mozdonynak nem volt szüksége a gőzre, akkor lehet, hogy a kocsikba is jutott, de jellemzően ezek hideg, húzatos szerelvények voltak. Az a fából készült kézi hajtány, ami Koppel Artúr vasúti velocipéd gyárában készült, feltehetőleg több mint 100 éve. Ez olyannyira egyedülálló, hogy ilyen másik Magyarországon nincs, de lehet, hogy Európában sincs. Hajtányokat ugyan lehet vasúti kiállításokon látni, de azok csővázasak és lánchajtások. Ez viszont fából van. Kifejezett, tehát egyedi darab, egy bognár műremek. Ezt a vasútvonalat használta Szegedtől Kamarás-Erdőig. Ugye, mint mondtam, Nyilasi Sándor festőművész, vagy a Dezsőfi Sándor, ugye a Csanád megyés püspök, szintén itten jött ki. Kodály Zoltán, Bartók Béla, szintén ezeket. Balázs Béla, ugye Bartók Bélának jó kollégája, Kodállyal is kapcsolatban volt. Tömörkény István itt járt, Móra Ferenc itt járt, Lakatos Károly, ornitológus, korabeli vadászszakíró, Lányi Béla, botanikus ugye itt járt ezen a Kamrás erdőn. Tehát itt üdültek többen. És hát ez mind a vonatot használta, akár Szabadka felé utaztak, akár Szegedre visszafelé jöttek. De főleg Szeged felé jöttek, mert ez a Kamarás erdő a megállójával, úgy mondták korábban, indóház, Szegednek volt a kis nyaralója, Magyarország első tiszti üdülője. Naponta legalább 16-szor fordult a vonat.
Ugye Szegeden, a Széchenyi téren, ugye mind a villamos megvannak, villamos Széchenyi téren megállt két vagon, ott beszálltak az utazni szándékozók ki Kamarásfürdőre, itt termálvíz volt kérem szépen kint Kamaráson, gyógyvíz. És kint gyönyörű parkok, a virágok, a levegő, hát ez egy a Dél-Alföldnek egyik gyöngyszeme volt a Kamarás erdő. Ezt kérem szépen még a két világháború közt is még valamilyen szinten működött. Úgyhogy a második világháború alatt, akkor amikor ismét a vasút a MÁV-hoz visszakerült, akkor már itt járt ugye Karádi Katalin és Jávor pár, még ott énekelt lent abban a vigadói szállóban. Gde ima železnice, postoji i perspektiva, jer nema razvoja sredine bez železničke mreže. Pripreme po pitanju obnove i reizgradnje pruge Segedin-Reske-Horgoš-Subotica-Čikerija-Bačalmaš-Baja teku dobrom dinamikom. Ovo je projekat koji ima za cilj povezivanje ljudi ovog regiona putem železničkog saobraćaja. Neće se to dešavati samo na privrednom, već i na društvenom planu, u što već sada možemo biti uvereni. To svakako ima svoju vrednost što nikako ne možemo iskazati u novcu. Nikada dve susedne države nisu bile tako blizu ostvarivanja ovog projekta kao sada. Modernizacijom pruge poboljšat će se železnički saobraćaj regije, dok će se nadomešćivanjem nedostajuće pruge stvari vratiti na svoje mesto, što će učvrstiti istorijske, regionalne i međunarodne veze regije. Za očekivati je da će srpska strana još u ovoj deceniji postati članica Evropske unije, tako da će imati slobodan pristup transverzalnoj liniji Konstanta Rijeka. Od tog trenutka ova pruga će i partneru omogućiti racionalne privredne rezultate. Hogy tudjuk ezt a térséget újra egy fejlődő térséggé tenni, már pedig ez az ambíciónk, akkor ezt elképzelhetetlennek tartom úgy, hogy a közúti, vasúti és vízúti infrastruktúrát nem fejlesztjük, illetve nem újítjuk meg. Úgy is föl lehet fogni ezt a dolgot, mint annak a hagyatéknak a revitalizálását, amit több mint 100 évvel ezelőtt valaki ránk hagyott. A polgárok lesznek ennek az egész történetnek a legnagyobb haszonélvezői, úgy is, mint utasok, és úgy is, mint a térségben élő, gazdálkodó, kenyeret kereső polgárok, mert ott, ahol fejlett a vasút, ott, ahol van egy lüktető forgalom, onnan jön a tőke, ott van működőképes tőke, ott van munkahelyteremtés, ott lehet egzisztenciákat megalapozni. Másrésztről ennek a vasútnak a létrehozása, vagy felújítása, jobban mondva, egy másfajta vérkeringést fog majd jelenteni, egy másfajta kapcsolatépítési lehetőséget fog jelenteni, fölgyorsulnak a távolságok megtételére szánt idők. Elképzelhető az például, hogy valaki Szabadka és Szeged között 15-20 perc alatt, vagy fél óra alatt megtegye az utat. Elképzelhető az, hogy ne napi 2 vagy 3 járat legyen, hanem esetleg 10, hogyha erre van igény. Elképzelhető az, hogy egyik helyen lehet élni, másik helyen lehet lakni. Ez mindenféleképpen meggyőződésem szerint például azt fogja jelenteni, hogy a vasút mentén lévő településeken az ingatlanok ára jelentősen meg fog nőni. Azt fogja eredményezni, hogy ezekben a településekben új lakók fognak megjelenni. Elképzelhető, hogy az ingatlanok ára, illetve az ingatlanok forgalmazási lehetőségei megváltoznak. Egy szóval azt hiszem, hogy egy pezsgőbb élet fog majd létrejönni, aminek mindannyian haszonélvezői leszünk. A száma činjenica, da razgovaramo o projektu koji treba da spoji Segedin i Baju, a koji najvećim svojim delom prolazi preko teritorije Srbije, ukazuje koliki je značaj ovoga o čemu danas razgovaramo. Ova aktivnost se vodi već nekoliko godina u okviru saradnje Mađarske i Srbije. Nosilac te aktivnosti je od strane Srbije pokrajinska vlada, vlada autonomne pokrajine Vojvodine. Došli smo do momenta kada treba da
realizujemo deo projekta u vrednosti od 1,7 miliona eura koji se odnosi na izradu glavne projektne dokumentacije ovog projekta. Kada to budemo realizovali, onda ćemo u svakom slučaju zajedno sa mađarskim partnerima, sa evropskim fondovima, nastaviti onaj najvažniji deo realizacije, izgradnju same pruge prema nekim preliminarnim procenama. Ceo taj projekat izgradnje pruge između Segedina i Baje bi trebao da košta negde oko 300 miliona eura. U prvoj fazi bi se gradila deo pruge od Segedina do Subotice, što znači da bi Srbija i Vojvodina imala direktnu korist od izgradnje ovog koridora, a koji bi ujedno značio i povezivanje koridora 10, o kome slušamo u poslednje vreme da postoje planovi za njegovu izgradnju u saradnji sa inostranim elementom, inostranim partnerima, sa značajnim delovima i istočno i zapadno od tog koridora. Koridora pruge A10. Znači, radi se o izuzetno značajnom projektu, radi se o projektu tipičnom evropskom, saradnja susednih država, ali sa korišćom za mnoge države i pokrajinska vlada je i kroz financijsku podršku 15% vrednosti ovog dela projekta koji se odnosi na sadašnju fazu projekta dokumentacije, kroz saradnju s mađarskim partnerima i evropskim fondovima potpuno posvećena realizacija ovog projekta, a dobili smo podršku i Železnica Srbije i Vlada Republike Srbije za početak izrade projekta pruge Baja-Segedin preko teritorije Vojvodine i Srbije. Konkretne koristi su sveobuhvatne, znači prva konkretna korist je što će od koridora železničkog između Beograda i Budimpešte biće bolja povezanost i istočno i zapadno tog koridora, što će verovatno doprineti da određene evropske regije budu mnogo bolje železnički povezane. Naravno, ako posmatramo turizam ili neke druge oblasti, jasno je da će olakšan dolazak u Srbiju, u Vojvodinu, značiti i veću postu turista. Ako se realizuju ovi planovi o kojima se priča da bi ta pruga između Budimpešte i Beograda zaista bila brza pruga, onda bi dobili, pošto i ova pruga će na kraju biti brza pruga, da će to biti brzine 120 km na sat ili 160, to će odlučiti upravo ovaj glavni projekat koji sad pravi, ali ja mislim da zaista kada govorite o izgradnji jedne pruge, kada govorite o povezivanju regije, kada govorite o koridorima železničkim i drumskim, onda i ne treba posebno objašnjavati koje su koristi. Koristi su neverovatne. A vasútvonal jellemző, hogy jelenleg áruszállítást nem végeznek ezen a vonalon, azonban a fejlesztést követően megnyílnak a lehetőségeink, mégpedig olyan irányba, hogy a jelenleg az Európai Unió 9 európai áruforradási koridort működtet Európa szerte, és Magyarországon két ilyen koridor működik. Az egyik a mediterrán koridor, amely Spanyolországból egészen Záhonyig tart, illetve a másik az Orient koridor, ami Prágától Athénig tart, és ezt a két koridort ezzel a fejlesztéssel mind a kettőt el tudjuk érni. Tehát Baján keresztül a mediterrán koridort, és az Orient koridort pedig már a Kelebia magasságában. Ez nagyban elősegíteni azt, hogy ebből a környékből az áruk ráhordása a koridorvonalakra igen jelentős áruvolumen nagyságot tudna generálni, ezáltal nyilván a térség gazdasági fejlődését is elő tudná segíteni. Tehát ezek komoly potenciálok ebben a fejlesztésben. Természetesen a személyszállítás vonatkozásában is jelentős nagyságrennyi javulás érhető el, hiszen a három nagyváros, Baja, Szabadka, illetve Szeged egymáshoz való földrajzi közelsége már eleve nagy közlekedési igényeket generál, gondolok itt kulturális, egészségügyi és egyéb viszonylatokra, illetve ami talán még meghatározóbb lesz, az a szerbiai Európai Uniós csatlakozások, illetve annak az időszaknak a bekövetkezése, amikor már a schengeni határokat eltörlik Szerbia és Magyarország között is, ezt talán 2027-re prognosztizálják. Ez igen jelentős munkaerőmozgást tudna generálni, hiszen
a nagyvárosok felszívó képessége lehetővé tenni, hogy akár egyes országokból, a másik országokból is át tudjanak járni a munkavállalók, illetve országon belül is olyan eljutási lehetőségeik lennének, hogy tudnának rugalmasabban munkát venni. Tehát jelentős gazdasági potenciál rejlik ebben a fejlesztésben. Még a fejlesztés kapcsán szükségesnek tartanám azt kiemelni, hogy mind Szeged, mind Baja rendelkezik egy igen fontos potenciállal, mégpedig ez az, hogy Szegeden a Tisza, illetve Baján a Dunai kikötő, ez rendelkezik vasúti kapcsolatokkal. Az Európai Unió áruforgalmi koridorai fejlesztése kapcsán ezeket most már ilyen intermodális folyosóként képzeli el az Unió, és ezekben nem csak a vasút, hanem a közút, illetve a belvízi hajózás is igen fontos szerepet kap. Azok a projektek pedig, amik esetlegesen, természetesen a vasút a legfontosabb célkitűzése az Uniónak is, hogy mennél több áru kerüljön vasútra, azonban a belvízi hajózás is majdnem ilyen fontos, hiszen a környezeti terhelése annak jóval kevesebb, mint bármelyik más környezeti ágnak is. Ezek a fejlesztési lehetőségek, amely vasút, illetve belvízi hajózás intermodalitásával valósulnak meg, ezek kiemelten figyelmet érdemelnek. Tehát ez egy nagyon komoly kiugrási lehetőség lenne, akár ennek a vonalszakasznak a fejlesztése kapcsán is. Ez két ország ügye, sőt a végcél az, hogy bekapcsolódhasson ebbe a projektbe később majd Románia, a Konstanca kikötő irányba a fejlesztéssel, illetve Horvátország, és ennek következtében ez egy európai több nemzetű projekt lenne. Hogy feléled-e, hogy fel lehet-e újítani, a döntéseken túl az is persze kell, hogy a forrás gazdája a két kormányzat, illetve a brüsszeli bürokrácia és annak kasszája, annak alapjai képesek lesznek arra, hogy összefogjanak, hiszen egy olyan régen jól működő minden országrész, akkori országrész egészét és részét szolgáló fejlesztés volt, mikor ezt több mint 100 éve megépült, és nagyon sokáig működött, hogy ennek a fölélesztése, a kelet-nyugati koridorok újranyitása, itt pláne Kelet-Európában, Közép-Európában nagyon fontos. Tehát ezen túl, hogy nyitunk egy reményénk szerint egy új vasutat, egy felújított új vasutat, kell hozzá még az is, hogy az itt élőknek legyen hová menni rajta, hisz errefelé semmit felső és sem, vagy az ottan önök szerint felső bácskába, Észak-Bácskába és itt a mi bácskánkba, illetve akármelyik Bánát irányba, akár román, akár vajdasági Bánát irányba, nem túl sok olyan munkahely van, ami itt a környéken élők, tehát Bácsalmás, Baja vonatkozásába, Csikírja, akár Tompa, Kelebje, de most valami Csikírja, Szabadka vonatkozásába el tudná őket messzire vinni. Én abban bízom, hogy a következő időszakban, pláne hogyha Szerbia és benne Vajdaság csatlakozik az európai közösséghez a következő 5-6-7 esztendőben, akkor számos olyan fejlesztés fog megvalósulni, ami a helyi gazdaságot erősítendő, a munkahelyek teremtésében élenjáró fejlesztés fog jelenteni, és bízom abban, hogy akár országok közötti munkaerő nem csere, hanem munkaerő áramlás is itt a határok mentén megvalósult, és akkor a csikiri embernek is, meg így akkor a Vajdaság bármely részén, ahol a vasút el fog menni, vagy a Baja irányába bármelyik szakaszon, könnyedén, gyors, nagysebesség vasútokon el lehet érni egymást. Ezen túl pedig még az is fontos lehet, hogy ebben a mi, mondjuk észak-déli vonatkozásban a Dunatiszak közi térség, mert végülis azt mondhatjuk, hogy Titelig, ez mégiscsak a Dunatiszak közel, ahol beszélgetünk itt is. Ez a világ, ez sok millió hektár jó minőségű termőfölddel rendelkezik. Itt nagyon sok ember termel, sajnos egyre kevesebben persze, de termelnek mindenfajta növényt és tenyésztek mindenféle állatot. Ha ezt egy erősödő feldolgozóiparral, akár Hajdaságban, akár Magyarországon meg tudjuk még emelni, és az áru tömeg minőségében is megérett arra, és elbírja az árát, hogy a vasúton vagy bárhol messzebb is végessék az országainkból, akkor akár egy nagyon komoly áruszállító folyosó lehet Kelet és Nyugat között. Nem beszélve arról, hogy a kínai áruknak is, ami ömlik Európára, és aztán nem fog megváltozni, szócsap ez mindig Kína, mint Európa, a kikötő közötti kapcsolatban, illetve Konstancától egy komoly kikötője a kínai árukereskedelemnek, a keleti irányból nyugat felé tartó szállítási útvonal között egy kiemelkedő lehetne. Ez a számunkra korábban létezett, és
még a térképeken rajta lévő vasútvonalak a fejlesztése, újjáépítése. És ezen túl pedig egy vasút, ami határokon átnyúlik és összeköthet térségeket, régiókat, magába hordoz azt is, hogy újra felfedezzük egymást, és ami régen jól működött, azt újra össze lehet kötni. Össze lehet kötni népeket, kultúrákat, össze lehet kötni a turistákat a két ország, vagy a három vagy négy ország között. És nagyon bízom abban, hogy ez a vasúton, hogy a következő esztendőkben a tervezői munka és a tanulmányok azt mutatják, hogy tényleg ezt meg lehet és megérdemes építeni, újra lehet építeni, és ez nem sok minden kell, ez nem csak pénz, ugye ez, ami, ez nem olyan, mint a kő, meg a búza, hogy meg kell, ki kell bányászni, meg kell termelni, ezt lehet nyomtatni is persze, mondjuk ez így lehet, hogy rosszul hangzik, de a pénz az, ami valójában a kormányok kezén, közén, amikor gazdálkodnak a közös forrásaikkal, adott állampolgárok adó dinárja és forintjaival, számos helyre tudják elkölteni jó és rossz célokra, de ez egy kiemelten jó cél, hisz még egyszer mondom, két egymással korábban nem nagyon barátságos ország vagy népcsoportok összekötésének lehetne egy nagyon gyönyörű szövetségkötése, illetve összefogása a vasútvonal.